tavaly a jazzzenével, azon belül is a jazz zongorával vagy éppen a basszusgitárral ismerkedhettek meg a bátaszéki tanulók. A Rózsaszín Párducon kívül egyéb rajzfilmslágerek jazz változatát is meghallgathatták. Jó szólám a teremben! Mindenki nem csinálja, nem baj, nem csattam. Jól néz ki! Ugye? Kis mosoly hozzá! Idén pedig a mohácsi születésű Kéméndi Tamás és az általa alakított trió adott interaktív koncertet. Többek között a Carmenből adtak ízelítőt. A zenészek a hónapokhoz kapcsolódva bemutattak egy-egy zenei stílust, és eljátszottak egy-egy zenedarabot. Az interaktív hangversenyen a tanulók azt is megtudhatták, hogy Vivaldi nem csak zenét írt a téli tájról, hanem egy szonettet is költött arról. A gyerekek azt a feladatot kapták, hogy csukják be a szemüket és képzeljék maguk elé a téli tájat, miközben a verset hallgatják. Küszködni fázva, csikorgó havakkal. A mai ifjúsági koncert tulajdonképpen egy rendhagyó koncert, azt gondolom, mivel eléggé interaktív, nem arról szól ez a koncert, nem az arról szól a koncert, és nem is szerettük volna, hogyha arról szólna, hogy beülnek a gyerekek, és akkor 45 percen keresztül csöndben ülve nyugodtan kell maradniuk, hanem sok-sok kérdést teszünk föl nekik, természetesen zeneművekről, végigviszik őket igazából a népzene, a komoly zene világán, de például elhangzik filmzene is, ami talán egy picit közelebb áll hozzájuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy viszonylag egy interaktív koncert ez a mai koncert. Az első és a legfontosabb ebben a felállásban a harmonikának jut, mint hangszernek. Elhangzanak szóródarabok, de a legtöbb például én magam kísérem, akár az énekes hölgyet, vagy akár a fúvolát. Úgyhogy, tehát tulajdonképpen két hangszer van az egész koncert alatt, az a harmonika és a fuvola, plusz van még ének benne. Kéméndi Tamás 2012-ben hozta létre két zenész kollégájával az egyik trió formációt, melyben a harmonika, a gitár, a basszusgitár felállással, a harmonikára és a virtuózitásra fektetik a fő hangsúlyt. 2014-től dolgozik együtt Graf Vivien énekesnővel, akivel számos zenei formációban lépnek fel együtt, közös együttműködésük során saját szerzeményeket is alkotnak. 8 évesen kezdtem el harmonikán tanulni Mohácson, akkori tanáromnál Gász Mihálynál, és hát gyakorlatilag azóta folyamatosan harmonikázok, úgyhogy fölkerültem Pestre, ott komoly zenét tanultam, és igen, belekóstoltam a jazz világába is, úgyhogy azért, talán azért is mondhatom, hogy vegyes a koncert, mert az egész pályafutásomat végig kíséri ez a vegyes zenei stílusok, akár népzene, komoly zene, könnyű zene. A Philharmonia Magyarország célja a klasszikus és kortesz zene megismertetése a fiatalokkal, sőt az idei évtől már az idős korosztálynak is lehetőségük van meghallgatni a koncerteket. Ezeket a hangversenyeket évente országosan 350 ezer ember, köztük 280 ezer iskoláskorú látogatja, szinte az egész országot behálózva 220 különböző helyszínen 1400 hangversenyt rendeznek évadonként.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jók ezek a koncertek, mert elsősorban nem, és én a többiekről is úgy tudom a többi produkcióról, hogy nem feltétlen arról szólnak, hogy itt most be kell ülni, itt nagyon komolynak kell lenni, itt nagyon csöndbe kell maradni, hanem én azt gondolom, hogy a komoly zene nyit a gyerekek felé, nyit a felé, hogy ma már nem annyira könnyű őket lekötni, viszont hogyha jól vannak tálalva a darabok, és a gyerekeknek is érdekes darabot tálalnak, attól még az lehet komoly zene, és én azt gondolom, hogy ez kapu arra, hogy későbbiekben akár majd akár a Kodály Központba Pécsre, vagy akár nagyobb koncertekre is eljussanak, ami már tényleg komoly zenei koncertnek mondható. Hogy mennyire nehéz őket megfogni, és hogy mennyire elterjedt manapság a zene, akár a közép. Én nem panaszkodok, mint harmonika szakon, mert nagyon sok növendéke van, és sokan várnak is arra, hogy harmonikázhassanak, de én azt gondolom, hogy mivel a komoly zene és a komoly zenei alapfokú oktatás is nyit a gyerekek felé, én azt gondolom, hogy ez hosszú távon nagyon-nagyon pozitív lesz. Nagyon-nagyon élvezi, mert hát gyerekeknek nagyon-nagyon jó játszani, mert ő nagyon-nagyon hálás közönség. Az ország mely területein voltatok előtte? Tavaly végigjártunk már Baranyát, és tavaly előtt, pontosan a tavaly év elején, akkor voltunk Somogy megyében, és akkor most van Tolna megye, úgyhogy most az egész Tolna megyét szinte bejárjuk. A Philharmonia Magyarország 2018-as, 2019-es évadban 35 véletet és sorozatot hirdetett az ország 16 városában.